Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat itt a Média Válogatottban, és hát a mai vendégem rendhagyó módon egy olyan színész legenda, akit nap mint nap láthattunk a tévében, és mindenki Lacia ül itt velem szembe, hölgyeim és uraim, a műsor vendége Tihanyi Tóth Csaba, üdvözöllek Csabi a műsorban. Szervusz, én is nagyon nagy szeretettel ölellek, és köszöntöm a rádió hallgató nézőit is. Ilyen Tihanyi Tóth Csaba beszél, a barátok ez Novák Laciát 23 évet tutatok maga mögött, és én voltam az egyetlen, aki megszakítás nélkül koptattam a stúdió deszkáit ennyi idő alatt. Tapsot várok, mert szóval négyen vagyunk a világon színészek, akik egy sorozatban ilyen hosszú idejük megszakítás nélkül forgattak, igen. Na hát azért, akkor nem is fogalmaztam nagyon mellé ugye a legendával. Csabi, ugye téged a sorozatból ismerhetett meg a széles közönség, de mindig meg szoktam kérdezni minden egyes vendégtől, hogy te is a földin vagy. Szejler Józsefhez csináltam interjút, és ugye ő is Pest Erzsébeti és a József Attila általános iskolába járt, te is ugyanoda jártál. Igen. Mesélj arról, hogy milyen volt a kis Csabi. A kis Csabi milyen volt? Hát nem voltam jó tanuló. Én ott végeztem az általános iskolát, a József Attila általános iskolába. Én van, és utána pedig a Kossuth Lajos gimnáziumban végeztem a következő 4 évet, és ott is érettségiztem, úgyhogy én Erzsébeti vagyok. Ott rúgtam a labdát, ott játszottunk, ott éltem az első szerelmeimet, a szerelmes élményeimet az osztálytársnőkkel, vagy az iskolás, szóval gyakorlatilag a fiatalságom első 20 éve oda kötődik. Nem voltam jó tanuló, mint előbb elkezdtem mondani ezt magamról, ez nem dicsekvésnek szánom, mert fontosabb volt számomra az élet nagy dolgait felfedezni, mint hogy az iskolapadba ülni és készülni rá. De hát ennek komoly következménye is lettek, mert miután elvégeztem a 8 általános sikeresen 2,8-os átlaggal, és nagy nehezen némi kis protekcióval a Kossuth Lajos gimnázium oszlopos tagja lehettem. A szüleim nagyon kemény karantén időszakot kényszerítettek rá. Minden este kikérdezés volt az aznapi meg a másnapi anyagból, úgyhogy büszkén mondhatom, hogy az első évet 4-es átlaggal végeztem, és az érettségi sikerült, úgyhogy későn érő típus vagyok, hogy szokták mondani. Csabi, mi nagyon sok programon voltunk közösen együtt, és hát sok színészt ismerek, és hát vannak olyan színészek, akik akkor, amikor éppen színészi munkájákat végzik, akkor átkapcsolnak színész üzemmódba, de veled kapcsolatban én mindig azt érzem, hogy te a 0-24-ben színész vagy, tehát hogy te mindig színész vagy, és van egy színész attitűdöd, és ez a fajta dolog, ha ez az, amiről éppen beszélek, tényleg való így van. Ez gyerekkorodban is megvolt, tehát mondjuk már az iskolás éveid alatt szerettél szavalni, szerettél szerepelni, szeretted elmondani, szeretted hallatni a hangodat? Ja, én most nem tudom, ez dicséretnek vegyem, vagy annak szántam. Cikirek, hogy színészként élem a hétköznapjaim olyan pillanatait is, amikor nem színpadon vagyok, de hát lehet, hogy így látszik, hogy ez semmi baj nincsen. Ez igazából ez a természetes attitűdöm, ez nem valami megjátszás és valami szereplés, hanem én ilyen vagyok, szóval. Igen, ez nyilván... egy hiteles figurának tartalak téged, hogyha megengedett. Vagy köszönöm, és ami még egy jó tulajdonságom, hogy őszinte is vagyok, szóval nem képtelen vagyok a hazugságra, úgyhogy magamat adom, ahogy szokták mondani. Igen, már gyerekkoromban is érdekelt persze, hát elsősorban kisiskolásként a versmondásokkal tud belülni magadra figyelmet, meg prózamondó verseny, de hát hangszert is tanultam, furiáztam, fuvoláztam, pikolóztam, és amikor semmiből nem volt friss anyagom, akkor bűvészkedéssel indultam a kulturális sereg szemlén, úgyhogy mindenképpen szerettem magamat produkálni, úgyhogy nyilván ez így indult, de hát nem csoda, mert édesapám színész, énekes, tenorista, bombiván volt vidéken évtizedekig, úgyhogy a tesómmal, Kingával, aki szintén színésznő lett később, otthon mi ezt szívtuk magunkban a szoba melegében, a hétköznapokban, hogy az édesapám járja az országot, és különböző előadásokkal is nekünk ez nagyon imponált, nagyon tetszett, és természetesen más eszünkbe se jutott, csak hogy színészek legyünk. A Média Válogatott vendége Tihanyi Tóth Csaba, hamarosan folytatjuk, egy rövid szünetre elmegyünk, ne menjetek messzire, jövünk vissza.
És már is itt vagyunk a média válogatott vendége, Tihanyi Tóth Csaba színművész, ugye? Ez egy igen, üdvözlöm a rádió hallgatóit. Beszéljünk akkor a színész évekről. Mikortól váltál te színészé? Mikor volt az első színész fellépése? Kérlek szépen, 1986-ban érettségiztem, és természetesen ilyenkor első útja egy fiatal embernek, aki színész akar lenni, főleg akkoriban a Színház és Filmművészeti Főiskola, ahol sikertelen volt a felvételim. Viszont a Nemzeti Színház stúdiójába, ami akkor egy nagyon kiemelt és előkelő színésziskola volt, még szerencsétlen Bodnár Sándor tanár úrnak a tanításait szívhattuk magunkba, azért szerencsétlen, mert két év múlva utána elment közülünk. És miután ez a tragédia megtörtént, én leszerződtem Békés Csabára, segédszínésznek, hogy gyönyörű 4 évet töltöttem, ahol megkaptam aztán a színész 3, színész 2 és a színész 1 állandó működési engedélyemet, ahol főszerepekkel, nagy szerepekkel, mese főszerepekkel, drámákkal, zenés darabokkal kínáltak meg, úgyhogy igazán szép iskolai éveim voltak a profi színház keretein belül. Majd szabadúszás választottam, ahol számtalan helyen megfordultam, most akkor elkezdem sorolni a József Attila Színház, Evangélium Színház, akkor Salzburgba hónapokat énekeltem kint egy zenés darabban, akkor játszottam a Honvéd Kamara Színházban, majd a Pécsi Nemzeti Színháznak lettem a Bombiványa 2 évadon keresztül, majd játszottam a Szegedi Nemzeti Színházban. Ez pontosan 10 év volt a Nemzeti Stúdió elvégzése után, amikor a kőszínházi éveimet így összeszámolva, összeadva, visszatekintve láthatom, és utána úgy döntöttem, hogy a magam ura leszek, és megalapítom a Tihanyi Vándor színpadot, aminek most a 25. évfordulóját ünnepeljük novemberben. És túl vagyunk a 3500-4000 bemutatott, lejátszott produkción. És közben megbekerültem a Barátok kössorozatba, úgyhogy nekem ilyen kerek számú évekkel tudok büszkélkedni. 10 év közszínház, utána 25 év Tihanyi Vándor színpad és 23 év Barátok közt. És a Barátok közt alatt is végig a Tihanyi Vándor színpadnak a produkciójával jártuk az országot, úgyhogy nekem így teljes volt az életem. És most, hogy megszűnt a Barátok közt, ugye tavaly júliusban volt az utolsó epizód, most pedig teljes erővel megnyíltak a csatornák, a televíziós csatornák, úgyhogy járok sorba, ahova hívnak, és amit vállalok természetesen, mert nem mindent, csak ami nekem jól áll, és járhatom az országot most már mindenfajta egyeztetés nélkül. És színészként mi volt az, ami a leginkább kiemelkedő alakítás volt a pályafutásodat, vagy mi az, ami számodra a legemlékezetesebb volt? Hát ez, hogy kiemelkedő, ezt a közönség tudja eldönteni. Én nagyon szerettem minden műfajban, minden karakter bőrébe bújni, ugyanúgy, mint a zenés darabokat, ugyanúgy, mint a prózai szerepeket. Én nagyon, nagyon szerettem egy nagyon jó iskolát, főleg a vidéki színházakon az a lehetőség van, hogy minden műfajban gyakorolhat az ember, és minden műfajban megmutatkozhat. Így nem tudnám így visszamenőleg, hogy mi volt a kedvencem. Volt egy, ami most így hirtelen eszembe jutott, Agatha Christie Eszményi Gyilkosában a potenciális gyilkost a szerepét játszani, aki természetesen nem ő, egy bolond gyerek a családba, aki megzavarja a nyomozati munkát is az összefüggéstelen beszédével és a viselkedésével. No, ez a szerep, ez így most hirtelen szemű, de jó, hát talán megvan VHS-en is, akkor kíváncsi lehet megnézni. Meg ez, kérdésen, ez egy jó program tudna lenni. És akkor, amikor elindult a Barátok közsorozat, az mennyire kavarta föl az életet körülötted? Egy vadonatúj műfaj volt a televíziózás, és nem volt egyszerű a rengeteg szövegtanulás, azért oda kellett figyelni, meg kellett tanulni a szöveget, bármennyire is a néző sokszor úgy gondolta, hogy csak úgy improvizálgató, meg az, amit eszünkbe jut. Nem, hát ez egy kötött szöveg, meg kellett tanulni, és hát meg kellett felelni ott a kamerásnak, a világosítónak, a rendezőnek, a producernek, egymásnak, mert ez egy új műfaj, és a legtöbb instrukció az volt
számunkra, hogy, hogy kisebb gesztusok, halkabban beszélünk, mert a mikrofon itt van a fejünk fölött 5 centi. Nem a szegedi szabadtéri színház, ahol meg harsányan, nagy hanggal, nagy gesztusokkal. Úgyhogy de belejön az ember, meg lehet tanulni szépen. Hallgatók hallják a hangját Tihanyító Csabának, ő alapvetően egy harsány figura. Hamarosan visszajövünk egy rövid szünet után, és folytatjuk akkor a Barátok köztös évekkel. Itt a Média Válogatottban. És már is itt vagyunk a Média Válogatott vendége, Tihanyító Csaba, aki a 23 éven keresztül volt a szereplője ennek a sorozatnak. Beszéljünk egy picit erről, ugye mondtad, hogy hát akkor teljesen egy nagyon intenzív munka, mindig meg kellett tanulni a szövegeket, de te hogy élted ezt meg? Milyen kalandok voltak neked a sorozat alatt, vagy mondjuk nem csak a forgatás közben, hanem mondjuk mikor éppen szerepelni voltál vidéken vagy bárhol, akkor találkoztál-e valamilyen érdekes helyzettel? Hát a Barátok és sorozat hallatlan népszerűséget tud teremteni egy színész számára. A rövid időn belül fél év múlva már a ország ismert, mert hát a Barátok közt az első, első 15 évben 3 millió, meg 3 millió fölötti nézettséget tudott produkálni. Minden csatorna, minden műsorát megvettünk minden időszakban, úgyhogy rettegett tőlünk a többi csatorna, de hát az RTL klubon belül is ránk építették föl a Barátok köz előtti műsort, az utána lévő műsort, úgyhogy mi egy kassza siker voltunk gyakorlatilag. Az utolsó 5-6-7 év, amikor már lefelé ágba ment a Barátok köz nézettsége, de hát ennek köszönhető a tévénézési szokások megváltozásával, köszönhető, hogy egyre több televíziós sorozat indult ugyanabban az időben, úgyhogy de ez magától értetődik, de hát az utolsó pillanatig a mai nézettségi adatokkal is nagyon szép számot tudtunk elérni. Úgyhogy a visszatérve az ismertségre, hogy az embert felismerik az utcán, és mindig minden körülmények között áttal is, ez egy nagyon nagy dolog, és nagyon kellemes és jó tapasztalatokat tud szerezni az ember, és a szerencsém az volt, hogy nem voltam egy megosztó karakter a sorozatban, egy olyan volt, akit úgy szeretnek az emberek úgy megölelni, ráköszönni, többen ok. Egy közülünk. Igen, hogy az napi életükben hasonló figurák járkálnak, akik ilyen jobbpofák és vállalkozók, az csődbe mennek, az talpra állnak, aztán új barátnője van, új felesége, elválik, de a gyerekeit, a szereti, az előzőt is, az azelőttet is, meg akkor okvetlenül kell még egy nevel gyerek is, meg még egy. Ugye ez a hullámzó élet, ami a korunk hőse, figura, ez nagyon sok van a kis hazánkban, akik magukra ismertek, meg a családjuk, meg egyáltalán a környezet. Úgyhogy ez egy szeretetre méltó karakter volt, amit nagyon-nagyon kedveltem játszani. Szóval jó, meg hát a vicces vonal, ami elvileg gyakorlatilag 80%-ban rám írtak, azzal meg szerettem mit kezdeni, mert szeretek nevettetni. Igen, hát nagyon sok programra szoktunk együtt eljárni, és én látom is a közönség reakcióját, amikor veled találkoznak, akkor nagyon-nagyon örülnek, főleg amikor fel is léptek a feleségeddel. Ugye ilyenkor a Prémium Média válogatottal szoktunk utazni együtt. Ebben a csapatban hogy érzed magad, és hogy kerültél be a csapatba, és egyáltalán mit mondanál a csapatról? Magyar Prémium Média válogatott, aminek most büszkén van rajtam a legfrissebb kékszínű pólója, amire ez egy nagyon-nagyon kedves csapat, nagyon szeretem a társaságot, mindenfajta műfajból találkozunk itt, például a Riki, aki remek konferenc és remek énekes, de van itt köztünk Louis a bűvész, Vajtó Lajos nevét ki ne ismerni, aki nem tudná, a Delikének a férje, egy remek figura, nagyon jó humorral megáldva, de hát a Belezdai Endrét se kell bemutatni senkinek, és sorolhatnám gyakorlatilag a Katus Attila, mint a sport élvonalból ismerhetjük őt, és akkor még segítsél. Hát igen, és meg nem csak az, hogy hány résztvevő van, hanem sokkal inkább az, hogy ugye milyen jellegű rendezvényeken hiszen voltunk rekordon is, és te mindig ott voltál velünk, és mindig hangodó voltál. Kamion elhúzó versenyen is voltunk, és sikere egy kamion meg tudta mozdítani, de általában foci meccsek vannak, ahol én vagyok a szövetségi kapitány, úgyhogy ugye szurkolsz nekünk, és természetesen csapatnak, és is bombázom a játékos
sokat, és hogyha csere van, akkor én mondom, hogy kire gondolok, hogy jöjjön le, mert már folyik róla a víz, mert hát öreg fiúk vagyunk, ugye, így 40 fölött az átlag életkor, úgyhogy egy rövid meccseket tudunk játszani, persze. Ezzel népszerűsítve ugye a települést, ami nagyon fontos, a falvakat, a kisvárosokat, meg a településen akkori prompt rendezvényt is, ami természetesen a polgármester népszerűsítésével is jár, mert hát ő szerzi, és a falu népének a szórakozást, és egyben a prémium média válogatottal a sport lehetőségeket is. Köszönjük szépen, Csabi! Most egy rövid reklámra elmegyünk, következik a Sztár titkok, nem menjetek messzire! És már is itt vagyunk a média válogatott vendége, Tihanyi Tóth Csaba, aki a műsor végére tartogatta az egyik legizgalmasabb információt, amit megpróbálunk belőle kikényszeríteni. Csabi, van titkod? Van azért egy titkom, be kell avatnom a nézőket. Ami jó hír, ami nem titok, mert már nyilvános, hogy június 1-től az RTL Goldon főműsoridőben 8-tól 9 óráig ismétlik a Barátok közt, tehát minden nap, ami azt jelenti, hogy nem egy részt, egy esteanyagát, hanem két esteanyagát, azt jelenti, hogy 4 epizódot fognak naponta látni a nézők, és akik nem látták, az visszanézhetik, és nem 23 évig fog tartani, csak 11 és fél évig az RTL Goldon június 1-től. Úgyhogy nagyon örülünk. Mi is, nekem környezetemben nagyon sokan, akik nem látták az első éveket, és hát izgalommal várják, hogy néztem ki a pont 30 évesen meg a kollégáim. Na, mi a titok, amit szeretnék elmondani a kedves rádióhallgatóknak, hogy én, mivel hogy néha pocakos vagyok, néha lefogyok, és az alkatom változó korba van, volt 30 és 53 éves korom között, ezért időnként, amikor nagyon slank voltam, akkor hastöméssel egészítettük ki a Novák Laci figuráját, mert úgy gondolta a producer úr, hogy a Novák Laci az nem lehet ilyen lapos hasú, a Novák Lacinak igenis kell egy kicsit papa teste lenni, vagy hogy mondják most divatosan, de mit tetted, egy kis szivacsal, terhes nők. Igen, az egy kicsit más formára, de alatta föl egy kis pocakot, ami tépőzárral lehetett kapcsolni hátul. Úgyhogy a nézők mondják, hogy a Laci a pocakos, akkor sokszor az kamu volt, az tömés volt. És akkor mondjuk abban az időben elmentél fellépni, és akkor mondták, hogy művész úr, hogy lefogyott? Ugye? Sőt, én sok esetben megkérdezem a színpadon, hogy nézek ki, milyen slank, ugye? Meg nem gondoltak, hogy ilyen magas, és tényleg akkor nagy különbség a nézőnek, hogy... Ilyen jellegű tapasztalataid vannak? Tehát, hogy nem gondolták, hogy te mondjuk magas vagy, mert azért elég magas csak vagy? Igen, esetben a 192 centim most csak a helyszínen derül ki, mert a televíziónak van olyan hatása, hogy összenyomja a figurát és szélesíti. Úgyhogy, és öregíti, amit lehet. Én ennek az ellenkezőjét tapasztalom, mert én, amikor megyek videó, te ilyen alacsony vagy? Rólam azt hiszem, hogy én még magas vagyok valamiért a tévében. Igen, ez a nézőnek egy elképzelése van. Az igazi méretet soha nem látni. Ami nekem nálam extra, hogy nem egyszer fordult elő férfi rajongótól, hogy megkérte, hogy hagy fogja meg a hajamat. Ne. Mert ilyen, hogy én meg 53-es és van hajam, ez ritka, és hogy nem-e paróka. És mondom, nyugodtan parancsolj, hogy markolj bele, semmi akadálya. Úgyhogy ez nem egyszer fordult elő, de jó 23 év alatt, hanem 15-ször, akkor nem túlzok. Csabi, te rengeteg helyen jártál már a világba, gondolom. Létezik olyan hely, ahova te el szoktál vonulni, vagy esetleg van olyan hely, ahova elvágysz, ahol még nem jártál, de szeretnél eljutni? Varga Viktor, aki a Premium Media válogatottnak a kiváló focistája, művésze, énekese, zeneszerzője, nagyon kedves barátom, most Dél-Amerikába bejárt a Perut. Perut, igen. És a Facebookon végig kísértem az ő állomásait a drága kedvesével, fotók alapján, és hát el volt a májúval, és megmondom őszintén, hogy nekem ez nagyon régi vágyam.
De az a megpróbáltatás, amit ő végigélt, és gyakorlatilag úgy átélte az ember a fotókon keresztül, ez a teljes vadregény, és ez a teljes kiszolgáltatott helyzet, már nem biztos, hogy vágynék erre, megmondom őszintén, de Dél-Amerika mindenképpen egy vágya megismerni közelebbről, de hogy megtenne ezt a pár ezer kilométert ott fölfelé, az már lehet, hogy az már, arról már lekéstem. Hát drága Csabi, kívánjuk neked, hogy teljesüljön ez a vágyad, és utazzatok el Dél-Amerikába, ahogy tehetitek. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást a műsorba. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a média válogatott. Tihanyi Tóth Csaba volt a vendégük. Köszönjük. Nagyon köszönöm. Viszontlátásra. Köszönöm.